Az utóbbi hetekben okkal bosszankodhatott több vezetőjegyvizsgáló, jegyvizsgáló tagtársunk is, akik a Start vezetésének fantasztikus leleményessége jó voltából az önköltségi útjai helyett, mint fedélzeti jegyellenőrök kellett, hogy tevékenykedjenek, nyilván a fedélzeti jegyellenőrökre vonatkozó normaidőkkel. Emiatt levéllel fordultunk Ugi Kálmán igazgatóhoz, akivel a tegnapi nap folytatott konzultáció során nagyon üdvözítő módon megegyeztünk abban, hogy a MÁV Start felhagy január 1-től ezzel a gyakorlatával, és amennyiben szükség van rá, úgy az önköltségi út alatti munkát végző jegyvizsgáló, vezetőjegyvizsgálók részére jegyvizsgálói munkaidőt számol el, tehát ugye a normaidő tekintetében, mind a jövedelmi viszonyok tekintetében, ami egyébként eddig is így volt, de inkább a normaidő vonatkozásában volt ez előrelépés, hiszen így teljes értékű vonatszemélyzetként vesz részt a munkába, így nem fog megrövidülni a munkaidő, és ezáltal a jövedelme tekintetében, tehát hangsúlyozom, ez január 1-től lesz hatályban az egyesség. Úgy gondoljuk, hogy ez korrekt megállapodás, hiszen a MÁV Startnak értelemszerűen érdeke az, hogy a bevételeit növelni tudja, és nekünk sem rossz, hiszen bizonságot nyer az, hogy a jegyvizsgálók jelenléte a vonatokon több mint nélkülözhetetlen. És még egy fontos ezzel kapcsolatosan, hogy akkor, amikor a kollektív szerződés és egyáltalán a terméstechnikus minimális létszámnormát emleget, az szó szerint kell érte, ez a minimális. Tehát ha ennél többen utaznak a vonaton, vonatszemélyzet tagjaként, akkor az nem kegy, az nem csoda, az teljesen normális állapot, hiszen a maximális létszámnormákról nem egyeztünk meg. Értelemszerűen a minimális létszámnormát akkor is tartani kell, ha csak egy utas, vagy akár utas nélkül közlekedik a vonat, de vonatként közlekedik, a létszámot pedig, az ezen felül létszámot pedig a szükséges szituáció megszabhatja. Tehát ha sokan utaznak, akkor értelemszerűen ettől fölfelé minden további nélkül el lehet, sőt szükséges is térni. Tehát akkor még egyszer mindazon vezetőjegyvizsgáló, jegyvizsgáló, aki önköltségi utazása során munkát végez, az csak mint jegyvizsgáló végezhet munkát, nem mint fedélzeti jegyellenőr. És az ezzel kapcsolatos összes jogosultságot megilleti. Normaidő vonatkozásában, díjazás vonatkozásában. Ez a lényege az egyességünknek, és ahogy mondtam, ez január 1-től lép hatályba. Addig pedig kérem szíves türelmeteket pár napra még.